Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a rövidke kis videóban. Tarot szerelmi üzeneteket látható a Skorpió csillagjegy szülötteinek szeptember hónapra. Mielőtt elkezdenénk, nektek is szeretném elmondani, hogy elindult szeptember 1-től a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Prémium Facebook csoport, ami egy előfizetéses tagdíjas csoport. A videó alatt a részletes leírást be fogom tenni, hogy ennek a módját is láthassátok. Akkor ezek után nézzük a Skorpió csillagjegyűeknek, hogy mit üzen a tarot kártya. A halál lapja, és egy kis árkánom, hogy mi az irány. Botok 10-es, valami olyan helyzet záródhat le a Skorpió csillagjegyűeknek szeptember hónapban, ami nagyon nagy nehézséget okozott. Maga a lezárás is lehet nehéz, itt azt mutatja a kártya. A halál lapjánál egy olyan lezárás van, amit okvetlenül meg kell lépni, mert nagyon sokszor már olyan természetes módon is, magától is létre jön egy olyan helyzet, amikor már csak pontot kell tenni egy bizonyos helyzetnek a végére. Kapcsolati témában a kapcsolat lezáródását jelentheti, ami nagyon nehéz szituáció, és arra is utalhat, hogy egy nehéz helyzetnek a vége jöhet el ebben a hónapban. Érdemes nem tartóztatni azt a kapcsolatot, ami már nem működik, azt a helyzetet. Hogyha még nem jött el annak az ideje, úgy érzitek, hogy ez egyénileg változhat, hogy a kapcsolat teljes mértékben lezáródjon, itt ugye maga a helyzetre is utalás lehet ez a kártya, hogy azt kell lezárni, ami eddig volt, ahogy eddig volt, hogy könnyíteni azon a helyzeten, ami eddig a kapcsolatban volt. Ha nincsen még párod, ez azt is jelentheti, ha szingliként nézed ezt a videót, hogy nézd meg azt, hogy mi az a nagy feladat, ami ebben a pár keresésben, a pár megtalálásában van számodra. Mert sokszor pontosan azért nem tud bejönni egy kapcsolat, mert annyira nagy a feladat. Feladattá válik, elveszíti a könnyedségét, az örömteliségét, és pont ezért nem tud megjelenni az az új pár. Tehát fejezd be azt, hogy görcsösen szeretnéd, hogy akarod, hogy szinte ki akarod kényszeríteni az élettől azt, hogy párod legyen. Aztán a másik oldal, a másik véglet az az is lehet, hogy nagyon nehezen éled meg ezt a helyzetet, és ezt a nehézséget tudod letenni, befejezni azáltal, hogy nekem most ez a kifejezés valahogy jött, hogy kibújsz a csigaházból, hogy eddig, amit magadra kényszerítettél, az a nehéz helyzet, hogy azt meg tudod szakítani, annak véget tudsz vetni, és ezáltal tudsz kilépni ebből, hogy nyitottá tudsz válni egy új kapcsolatra. Mindig döntés helyzete is a halállapja, és mindig utalás arra, hogy ami eddig volt, azt le kell zárni. Úgyhogy ezt egyénileg nézzétek meg, hogy a szerelem témájában mi az, ami eddig a nehezítettséget adta neked, és mi az, amit érdemes most ebben a hónapban fókuszba tenni és lezárni. Ennyi volt a mérleg csillagjegyűek. A Skorpió csillagjegyűeknek az üzenet szeptember hónapra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor szeretettel várom azt, akit érdekel a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Prémium csoport. További csodaszép napot mindenkinek!